84-es évjárat, 95 óta van nálam. 95. február 7-én vettük pontosan. Emlékezetes nap. Jó időben kiveszem akár minden nap, volt olyan, hogy naponta is mentem vele. Vettem egy kis polszkit pont ezért, télen azt használom. Ez nem csak egy autó, az egy életforma. Otthon áll még kettő komplet alkatrésznek, ugyanilyen rátos sárgák, csak éppen közúton nem használható, mert nincs hozzá papír, de be lehet indítani a motorját, teljesen alkatrész mindenhol, van két teljes kocsi, meg a garázsban még egy fél autónyi alkatrész. Egy gombnyomásra, így. Na most ehhez az kell, hogy a gyújtást átvezérelni, hogy könnyen induljon gázadás nélkül, mert ugye senki nem adja a gázt, üres a fülke neműben senki. Maga, hogy a járó motoron ne lehessen ráindítani, azt is meg kellett csinálni. Tovább az, hogy ha leáll a motor és nem indul be azonnal, akkor késhetetni a következő indítást, mert ha még forog a önindító, akkor ugye elkapja is köszörül. De rengeteg elektronika, rengeteg relé van beépítve, meg időzítő, ami ezeket gátolja, hogy ez ilyen, az a funkció megbízhatóan működjön. Csak ugye egy gombnyomásra leáll, még egy beindul, ápogni is tud. Két videó lejátszó van, igen. Az egyik az ez SD kártyáról működik, és lehet ugye GPS-nek jó érintőképernyős GPS, valamint film és zene lejátszó. Fölötte van kettő kijelző, ez a hátsó és az első kamera, ami a kocsin van. Ez például az első kamera, amit lát, ez meg a hátsó kamera. Ez a tévét kapcsolja, csak ugye most nem fogom lemez műsor, mert nincs digitalizálva még előre. Csak mióta digitalizálták 2012 vagy 3-ban, azóta nem megy. Ez a lámpa, a belső lámpa. Ez a másik, az a futófény elől a diszrácsba. Jelzés vissza nekem a villogó, hogy fény, hogy megy. Ez most nem működik. Ez ventilátor ott a lábnál. Ez meg egy kis mini hápogó. Ez csak itt hallatszik kívül, nem. A külső az nagyobb, az hangosabb. Ez innen is megy. De hát itt a láb mellett is van egy csomó kapcsolva, ez mind működik, ez mind nem csak dísznek van. És akkor ez egy középső már szól is. Ez. És 40 csatornás. Ugye hát aki ismeri, az tudja, hogy ez 40 csatornás. Hogy lehet beszélgetni. Az ülések között is van egy CD lejátszó, valamint egy equalizer, egy digitális equalizer, ami itt lehet így lehet tájítani a hangszíneket. Stroboszkop, este a diszkófény. Körben mindenhol négy van. Meg itt van különböző ilyen sipolási hangok, kézifék is zenél, meg az, hogy nem vagyok bekötve. Tehát az addig sipol, amíg be nem vagyok kapcsolva, azt is én szerkesztettem.